Sziasztok, kedves nézőim! Én Comet vagyok. Nem tudom, emlékeztek-e még arra a videóra, ami az exkluzív, kijött a Subra Turbo és a Minivan címet viselte. Na most ez annyira volt exkluzív, hogy kb. Annak a feltöltése után egy héten belül kijött a Subra Turbo is és a Minivan is. Tehát most ebben a videóban a Subra Turbo-t fogom nektek megmutatni, hogy hogyan tuningoljuk ki, meg milyen árba van, meg ilyenek. Na de, mielőtt belekezdenénk, megcsinálom a, mint mindig megszoktam, megkérlek, hogy nézd meg a leírást. Például azért, mert most az intrónak már zenéje lesz, és az is le van írva, hogy minden. Úgyhogy a leírás az egy fontos része a videóimnak. Oké? Köszönöm szépen. Na, és akkor kezdjünk is bele ebbe a Subra Turbo tuningolásba Lowrider szinten. Na kérem, a Subra Turbo-t meg lehet vásárolni ugye Benny oldalán, de én ezt már meg sem mutatom, mert úgyis tudjátok, Benny's Original Motor Works, és ott meg tudjátok venni, az árát nem tudom, de 20 000 körül, tök mindegy, mert spannol, szóval tudtok az utcán is felszedni, ennyit tudtok spórolni. Ahhoz, hogy át tudjátok alakítani az autót Lowrider-re, ki kell pengetnetek 490 ezer dollárt, ami hát egy ilyen autónál nem kevés. Bár ez azért van ugye, mert alapból nem kell azért fizetni, hogy meglegyen neked ez az autó. Szóval spannol, ezért az autó árát, amit megspórolsz, azt itt a átalakításnál kifizeted. Na, de itt most közben már látjátok gyorsítva, hogy én mit össze-vissza tuningolok ezen az autón. Azt ugye látjátok, hogy 700 valamennyi ezerre indultam neki, és csak az átalakítás volt ugye közel 500 ezer, szóval maradt 260 ezerem, vagy mennyi, ha jól látom. 296. Nem tudom. Tényleg, annyira pixeles most így a preview kép, hogy nem látom. A lényeg az, hogy a hidraulika, hogyha rá szeretném rakni a legjobbat, akkor az 290 ezerbe kerül, tehát már most így bukta van. Eladtam később egy autót, amit nem használok, és abból vettem meg a legjobb hidraulikát. Na most, láttátok az előbb a liveriket, mert ugye mindenki a kinézetre megy így az autó szintjén. Nekem tetszett az a lángos dolog, meg tetszett ez a zöld. Na most, ez a zöld lett a nyerő, és amire rájöttem, hogy ezt meg lehet csinálni olyan szépen, ami wow, nekem nagyon tetszik, amit kihoztam ebből egy utólag, mert emlékszek rá, hogy mit hoztam ki belőle. Szóval itt a belső évesen nagyon törődtem, mert igazából olyan mindegy. Itt látod a hidraulikát, hogy rohadt drága, és nincs rá pénz. Szóval sok mindent lehet itt csinálni, és én azt tudom mondani erről az autóról, hogy végeredményben egyrészt nem olyan drágán ki tudtam jönni jól belőle, szóval ilyen egy milla körül, kb. Nem tudom, szerintem olyan egy milla körül, és jól néz ki. Tehát ez megint egy olyan lowrider lett, amit alkotta, ami az egyik kedvencek közé kerül, hiába nem olyan rohadt alacsony, viszont rohadt nagyot tud ugrálni, ugye, mert megvettem bele a legnagyobb hidraulikát közben, azt is láthattátok. És a zöld kombó feketén, én nekem nagyon bejön. Nem tudom kinek, hogy tetszik ezt leírásba, szóval kommentben meg tudjátok beszélgetni, hogy kinek mennyire tetszik. Én szívesen olvasom az összes kommenteteket. És hát ugye ez volt. Körülbelül 1 millióból lett kihozva belőle az, amit most itt láthattok. Egyébként nem tudok mondani. Ilyen ugye az alaphidraulikával, ennyit tud pattogni. A legnagyobbal meg, amit az előbb láttatok, annyit tud pattogni. Na, ő lett volna a Subra Turbo feltuningolása, én nem akarok már erről többet beszélni, mert nem is tudnék. Ha tetszik, tetszik, hanem nem, mindenféleképpen, hogyha van annyi pénzed online-ban, ezt az autót gyönyörűen meg lehet csinálni, úgyhogy bátorítalak, hogy vegyed meg, vagy szedd össze és csapassál belőle valami szépet. Na, viszont ez lett volna a Subra Turbo-s bemutató videói gyorsban, köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett, kérlek szépen nyomj egy lájkot a videóra, hogyha szeretnél még tőlem videókat látni, mert tetszik, amit csinálok, mert körülnéztél a csatornán, akkor kérlek iratkozz fel hozzám, és a következő videóban találkozunk. Én Comet voltam. Sziasztok!